A matematika az nem az, hogy ilyen képleteket bemagolunk és alkalmazzuk, és attól leszek matematikához értő, hogy én fejből tudom a másodfokú egyenlet megoldó képletét, ezt a szemléletet nagyon jó lenne letörni. Ne ez a mechanikus dolog legyen, hanem az, hogy én gondolkozom, és én aktív cselekvője vagyok annak, ami történik, nem egy ilyen szolgaszerű végrehajtója az elmondott dolgoknak, mert az pláne ma már, hát a körülöttünk lévő eszközök azok baromi könnyen megcsinálják. Tehát, hogy azt azért egy 9-es gyerek is könnyen átlátja, hogy a másodfokú egyenlet kép megoldó képlete. Miért kell azt tudnia? Hát a legegyszerűbb telefon, vagy tablet, vagy nem tudom én, tehát tényleg már minden tudja, akkor most ez miért olyan fontos? És tényleg nem ez a fontos, hanem az, hogy ez valahogy ő cselekvően benne legyen ebben a folyamatban, magáinak érezze, hogy az jó, és azt érezze, hogy gondolkozni az örömet okoz. Szóval, hogy az egy jó érzés, amikor én jövök rá valamire, az sokkal jobb, mint amikor a tanár megmondja.